Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Ez nem egy teljes értékű videó, ezért egy olyan nap fog ez kimenni, amikor amúgy van egy teljes értékű videó, úgyhogy ajánlom azt is természetesen. És mivel ez valószínűleg ma fog kikerülni, ezért a remek kisvasúti videómat javaslom nektek, ami egyébként egy valamilyen szinten egy program javaslat is, mármint hogy abban a videóban. Beszéljünk egy kicsit arról, ami tegnap történt. Én nem nagyon szoktam ilyen bulvárosodott dolgokba belemenni, meg nem nagyon szoktam olyanokba belemenni, amit igazából már szétszedett a média. Viszont most pont azért megyek bele, mert ezt már egy kicsit túlságosan is szétszedte. Nyilvánvalóan leginkább az ellenzéki sajtó is orgánumok szedték szét. Természetesen a kormánypárti, meg a Észak-Korea egyes csatorna, tehát a állami tévé nyilván erről mélyen hallgatott, vagy lehet, hogy valahol egy kis alsorban volt róla egy kis cikkezés, de én nem nagyon láttam, hogy ezt bármilyen formában felkapták volna. Kicsit egyébként mind a kettő baromi idegesítő, hogy őszinte legyek. Tehát az ellenzék részéről ez a bármi történik, ami egy kicsit egy állami céggel kapcsolatos, vagy bármi, ami úgymond negatív fényben tüntetheti fel a kormányt, akkor rögtön olyan szinten rákapnak, hogy az ihaj csuhaj. És a másik ugyanilyen idegesítő, tehát ez a Origó, meg ezek az idióta orgánumok, meg portálok, meg a tényleg az Észak-Korea egyes csatorna, én így hívom egyébként az állami tévét. Tehát, hogy ez a másik része, igazából egyik sem objektív, és igazából azt látom, nem is nagyon törekszik arra. Nem ez a lényeg. A lényeg igazából, azért is akarok erről videót csinálni, mert azért ez nem egy akkora dolog. Gyerekek, ahol dolgoznak emberek, meg ahol munka folyik, ott hiba is van. Ilyen nem történik minden nap, hogy egy vonat úgymond eltéved. Erről majd mindjárt beszélünk bővebben. Nyilvánvalóan tragédia nem történt. Annak a X100 utasnak, aki rajta ült, az életéből elvettek 2 órát, ez tényleg nyilvánvalóan bosszantó. Én magam is biztos, hogy agyfasz kaptam volna a vonaton, hogyha ott vagyok. Ettől függetlenül azért ezt olyan tragikusan nem fogom fel. Mondjuk én vágytam is volna, hogy ott legyek, mert ez micsoda videó lett volna. De ettől függetlenül azért azt fogjuk fel, hogy ez nem az első ilyen eset, és nem is az utolsó. Ilyen előfordul. Nem történt tragédia, viszont egyébként azt sok helyen láttam, hogy főleg az ilyen nagyon laikus portálok, akiknek semmilyen rálátásuk nincs a vasútra, és nem azt mondtam, hogy én szakmai vagyok, de azért szakmaiban látom, mint egyébként ők, azok nagyon-nagyon szétszették a mozdonyvezetőt, meg így olyan emberek is, akik tényleg szintén nem látnak rá, és feltétlenül nem is kell rálátniuk a vasútra, csak olyan bántó tud ez lenni, hiszen a mozdonyvezető nyilvánvalóan hibázott. De nem ő hibázott, nem ő hibázta a legnagyobbat egyébként, hanem a központi forgalomirányítás, aki nyilvánvalóan majd most felteszi a kezét, meg fel is tette valószínűleg, hogy nem mi voltunk, de, tehát ők voltak, hiszen azért gondoljatok bele, az egy dolog, hogy a mozdonyvezetőnek van egy vonalismerete, fel kell ismernie, hogyha a váltó nem úgy áll, ha a váltó nem arra áll, amerre neki a vonalismeret alapján, illetve a úti céljának megfelelően kell menni, akkor nyilvánvalóan meg kell állnia, és azt azon nyomban jelenteni kell. Ha meghaladta azt a váltót, akkor is meg kellett volna állni, tehát a protokoll szerint tulajdonképpen ő annyit hibázott egyébként az egészben, hogy nem állt meg. Tehát, hogy ő elment ugye battára, és nem állt meg. Ez tulajdonképpen a mozdonyvezető egyetlen hibája, ami feltétlenül egyébként nem is egy olyan nagyon vészesen hatalmas nagy hiba, hiszen tulajdonképpen az, hogy nem állt meg, a többi vonatnak a közlekedését nem igazán okozott ezzel problematikát. És tulajdonképpen, amikor már meghaladta a váltót, és már nem volt úgymond normál esetben visszaút, akkor már talán ez volt a legjobb dolog, ami csak történhetett, hogy tovább haladt, hiszen ha nem halad tovább, és ott elkezdenek az érdi állomáson ott körbe járogatni, visszahúzza Kelenföldnek, ott szintén körbe járogat, rácsatol, ott akkor mire az elindul, meg mire az ott letisztázódik, akkor körülbelül ugyanannyit késett volna ez a vonat, mint most amennyit késett, csak egy merő komplikáció az egész. Így tulajdonképpen elment Pusztaszabolcsnak egy Szergellyel, amit nem tudom, hogy egyébként honnan hoztak, Dunából, Fehérvárról, tök mindegy, és ugye Pusztaszabolcsról, Pusztaszabolcs-Fehérvár vonalon, ami ugye nyilvánvalóan nem villamosított vasútvonal, áthúzták Szergellyel a szerelvényt,
és onnantól Fehérvár irányából pedig már a rendes megszokott helyes út irányában közlekedett le. Tulajdonképpen még egyszer mondom, ennyi a mozdonyvezető hibája. Ki a nagyobb hibás? A központi forgalomirányítás. Hiszen ők adták a vágányutat, ők adták a jelzőt, stb. Tehát tulajdonképpen a nagyobb hiba, én azt gondolom, az nyilvánvalóan a köfi kapcsolatában van, akik ezt az egészet ilyen módon közlekedtették le, hiszen még egyszer mondom, a vágányutat nem a mozdonyvezető szabja meg. A mozdonyvezető pedig annyiban hibázott, hogy ő ezt rögtön nem jelezte, rögtön talán nem vette észre, bár az ugye egy érdekes dolog, hiszen ha vonalismerete van, akkor érdekes, hogy nem vette észre. Ezt egyébként nem nekem kell és nem nektek kell megállapítani, hanem erre van szervezet, ami ezt majd ki fogja vizsgálni. De ettől függetlenül én az egész videómmal kapcsolatban, ami mondom még egyszer, nem egy teljes értékű, csak egy ilyen pofázós vlog videó, csak annyit akartam kihozni, hogy bár egyébként tök jók a mémek, én is tök jókat szórakoztam, és szerintem ez pont az az esemény, amin egyébként lehet is nevetni, nem történt tragédia, nem történt katasztrófa, előfordult egy olyan esemény, hogy eltévedt egy vonat, a kedvenc mémem egyébként a Európa Expressnek a plakátja, amiből az Európa át lett húzva, és oda lett írva, hogy Ezüstpart Express. Ugye ez azért egy vicces dolog, aki esetleg nem tudná, hiszen a 90-es évek végén készült az Európa Express nevezetű akciófilm, mely pont a Pusztaszabolcs Székesfehérvár vasútvonalon játszódik, illetve lett felvéve. És ha jól emlékszem, Szabadbattyány volt az osztrák határ, úgyhogy ilyen formában, és ugye most ez a vonat is ugye végül is terelve a Szergely segítségével arra lett leközlekedtetve, ilyen formában ez szerintem az egyik legjobb teli találat poén, tehát poénkodni ezen tök jól lehet, de alapvetően szétszedni, meg erre ráhúzni, hogy ó, hát ilyen szar már az állami vasút, ilyen volt már 10 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, lesz is még majd 10 év múlva, 20 év múlva is, hogy egy vonatot, akár egy központi forgalomirányítás alatt lévő vonalon elcsesznek, és egy másik irányba küldik el, és majd aztán megoldják. Ilyen előfordul. Én azt gondolom, hogy a közlekedésünkben nincs olyan formátum, amiben ne történhetne olyan dolog, ami egy nem bár dolog, egy káoszos dolog, egy rossz dolog, egy időnket rabló dolog. Gondoljatok bele, a biciklitől kezdve, ha gyalog elindulsz otthonról, ha vonattal elmész, ha autóval elmész, ha repülővel utazol, mindegyikben ott van a zavarérzékenységnek a lehetősége. Ha gyalog mész, eleshetek úgy, hogy eltöröm a bokámat itt az erdőben, ha biciklivel megyek, akkor kidurrahat a kerekem, ha autóval megyek, lerobbanhat az autóm, ha vonattal megyek, akkor pedig központi forgalomirányítás bottának ad nekem vágányutat. Szóval, hogy ez előfordul. Az egész videó, és akkor zárjuk is, mert hosszúra ezt nem akarom húzni, az egész videónak az egésznek a tanúsága, hogy nem kell ezt ilyen Hogy is mondják ezt? Tehát nem kell ennyire szélsőségekbe átmenni. Igenis lehet erről objektívan egy hírt kiadni, de igazából ennyire rárepülni, ennyire negatívan, ennyire rosszmájúan rárepülni szerintem felesleges. Én nagyon sajnálom a mozdonyvezetőt, és nagyon sajnálom, hogyha ezt az egészet rajta fogják elverni, és nagyon sajnálnám, hogyha emiatt kirúgnák, bár én is azt mondom, hogy ha ezért kirúgják, akkor az állami vasút tényleg elmehet a P-be, mert alapvetően húzott egy hibás döntést, hogy azonnal nem jelezte, de igazából onnan már, hogy hol jelezte, vagy hol nem, majdnem mindegy volt Pusztaszabolcsig, hogy őszinték legyünk. Tehát onnan már nem az, hogy nem volt visszaút, de igazából talán így volt a legjobb egyébként. Úgyhogy, és azt gondolom, hogyha már mozdonyvezetőt akarunk elővenni, akkor vegyük elő a köfit is. Sőt, vegyük elő inkább a köfit, ha már erről van szó. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy olyan mélyen senkit ne vegyünk elő. Írjunk egy pár sort, hogy, mert nyilvánvalóan a hibáknak következménye van, hogy ez most jó-e, csesztett kolléga, és menjen minden tovább. Mémelődni meg lehet, mert amúgy ez tényleg egy olyan szempontból poénos dolog, hogy én azt gondolom, hogy olyan dolgokkal lehet poénkodni, ahol igazi katasztrófa, tragédia és hasonlók nem történtek. Legyetek jók, ennyi lett volna ez a kis üzenet, nem igazán tudtam ezt szó nélkül hagyni.
Az írás meg nem az én műfajom, úgyhogy inkább egy ilyen kis beszélgetős videóban mondtam el. Persze természetesen lehet nektek véleményetek, írjátok azt meg komment szekcióba, dobjatok egy hatalmas lájkot, azt tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!